Sziasztok! Itt van velem Toncsi. Szia, Toncsi! Sziasztok! Most megmutatunk egy-két dolgot, ami a mai frissítésbe volt. A feladatot még nem fogom megcsinálni, az egy másik videóba lesz. Viszont... Kezdjük el! Ja, kaptunk egy-két érdekességet, ami nekem nagyon tetszik. Viszont legelőször is nézzük... De van egy rossz dolog is. Hát, félig meddig rossz, igen. Ugye innen eltűnt az észak-svéd ló. Én pedig őt akartam volna megvenni. Akkor én leszek az északi svéd ló. De ha jól értelmeztem ugye a videót angolul, de őszintén leszek, nem tudok annyira angolul, akkor ugye bekerült a lópiacra, majd ott meg lehet venni, csak hát mivel lópiac nem mindig van, meg nem mindig ott van. Én megyek a kövihez. Akkor ugye sajnos az nem mindig, vagy nem mindenkinek lesz mindig elérhető, de ott végül is meg lehet majd venni. Viszont... Gyere a következő! Viszont... Ez tetszik nekem. Nekem is nagyon tetszik, hogy az istállókba végre... Morelandben még van Connemara is. Igen. Hát ugye beraktak olyan jellegű lovakat, ami a... Van a játékban. Igen, ami a játékban megvehető, és ugye minden helyen olyan van, ami arra az adott helyre jellemző, ugye például Pintába ezeket lehet ezeket megvenni. Itt a hajón lehet lent venni. Igen, és ugye ide szépen berakták a pónikat, úgyhogy menjünk át Morelandbe, azt nézzük meg, hogy ott milyenek vannak. De ne autószállítóval lovagoljunk. Jó, jó, gyere akkor. Jaj, ezen én gondolkoztam ezen a Connemarán, hogy megveszem, de aztán nem vettem meg. De tetszik, hogy az orruk mozog, amúgy nagyon, az nagyon cuki. Mi? Én nem figyeltem meg. Mozog az orruk amúgy. Ez az első olyan animált ló, aminek mozog az orra. És Spirit az egyetlen egy ló, akinek van szemöldöke. Na hát, úgyhogy itt meg ilyenek vannak, és hát mindegyik helyen másmilyen van. Nekem nincsen S-címről Spiritre, pedig akarok menni. Én azon gondolkoztam, hogy miért nem tudták volna Jorvik-Schillinger megcsinálni. Hát azért, mert különben abból nekik nem lenne bevétel. És most futunk egy jó kis kört. Na és edzés. Nézzük meg, hogy akkor... Milyen billentyű parancsokat kaptunk, ugye már a meglévők mellé, mert már amúgy is voltak. Az elsőt azt én mondom el. Na mondjad, mi az első? Az X. Azzal már gyorsan le lehet szállni. Az X bizony, és ennek én nagyon örülök. Más játékokban E-betűvel lehet egyébként leszállni a lóról, és én őszintén szóval nagyon nehezen szoktam meg, hogy nem lehet E-betűvel leszállni a lóról, viszont szerintem ezt az X-et hamar meg fogom szokni. Úgyhogy... Meg végre behozták a G betűre, hogy meg lehessen nyitni a... Mi is klubot. A klubot. Igen, azt most így megnyitom így gyorsba, de... Hát így, igen, most látjátok... Most látjátok, kik vannak a klubomban, igen. Szóval... Hát, lehet jönni. Ugye meg lett a G betű a klubnak is. Hát én még csak újonc vagyok. Nem baj, majd. Hát elég aktív újonc vagy, úgyhogy ez hamar megváltozik. Ugye F1-jel... Hát fog eltelni nekem az első hónapom. Aztán F1-jel ugye el lehet tüntetni a felhasználói felületeket, ami videózáshoz, vagy fotózáshoz, vagy vadlovazáshoz, vagy bármihez szerintem nagyon jó, nagyon tetszik nekem, hogy nem kell belépni, és akkor például eltüntetem. Például egy ilyen filmet felvenni. És F1-jel ugyanúgy vissza lehet hozni, meg eszképpel ugye meg úgy, ahogy eddig, hogy megjelenik a... Hát ez a főmenü. De viszont ha megnyitjuk F1-jel simán meg lehet hogy csak hívják okat, meg ilyeneket. Megnyitod például az összes dolgot, és csak nyomsz egy eszképet végre, és mindegyiket eltünteti, nem hagy meg egyet se. Igen, most ezt én is kipróbáltam, megnyomtam egy karakterlapot, megnyomtam egy feladatot. Én mindegyiket megnyomtam. Azt is odaraktam, ugye térképet is kiraktam, inventárt, ez az inventárt nehezen szokom meg, mert inventory. És egyetlen egy gombnyomással eltüntetni, és ez nagyon tetszik még szintén.
És tudjátok, az a vicces az egészben, hogy pont tegnap gondolkodtam azon, hogy de jó lenne, hogyha a kisállatot csak úgy le lehetne rakni valami gomnyomással, mert engem kicsit idegesített, hogy sokszor elindultam, és tényleg, eszembe az jutott melyikkel is lehet. a P betűvel. Sokszor elindultam, és eszembe jutott, hogy jaj, le kéne rakni, és akkor megnyitom a karakterlapot, és akkor eltakarja az egész képet, akkor vagy neki megyek egy fának, vagy megállok, vagy valami, és most végre egy gomnyomással így le lehet rakni, és ennek nagyon örülök, hogy P betűvel így szépen vissza is lehet rakni. És én nem akartam volna taposni. Jaj, szegény, nem már. Eltapostam. Úgyhogy ezek az új billentyű parancsok. Úgyhogy Amúgy van, szerintem szerintem amúgy a nagyon jók. többi helyen is megváltozott, csak én oda nem tudok megmenni. Igen, egyébként mindegyik helyen megváltozott, azt olvastam, meg ugye a videóban is mutatnak több helyet. Szerintem amúgy, várjál, amelyik is az, ahol Silver Glade-ben szerintem frízek vannak. A benti Nem, helyen. hát nem tudom. Ezeket még nem néztem meg, úgyhogy nem tudom, hogy pontosan mik vannak. De az biztos, Gyors hogy lesz állókomb. ez most egy nagyon-nagyon, hogy mondjam, gazdag frissítés volt, mert kaptunk egy feladatot is, amivel folytathatjuk a Miss Fally feladatokat, Bella. és még itt vannak ezek az új funkciók is. Bella, Mondjad, figyelj. mondjad. Ott egy videós. Hol, nem látom, várjál, hol, nem, Rám mutattam. nem látok itt Te vagy a senkit. videós. Nem baj. Hát te vagy maga. Dehogy is, összekeversz valakivel. De én rád mutatok. Úgyhogy Várjál. azt kell mondjam, hogy szerintem most eléggé kitettek magukért, én nagyon örülök ezeknek, úgyhogy... Hát igaz, erre 3 órát kellett várni. De legalább megérte. Szerintem megérte. Úgyhogy köszönöm, hogy velünk tartottatok. Sziasztok! Sziasztok!